Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon. Hagy mutassam be nektek Lunát, ő a legújabb családtagunk. Ő körülbelül 5 hetes kis cica, és velem fog tartani, úgy látom, ebben a videóban, ahol arra gondoltam, hogy megosztok veletek egy-két tippet, hogy minél gyorsabban elérjétek a fogyókúrás céljaitokat. Ahogy az előző videómban már beszámoltam róla nektek, összesen eddig 23 kilót fogytam, amire születése óta. Mondjuk ez egy kicsit csalók, mert abból a 23 kilóból szerintem egy 5-6 kiló egyből lement a gyermekágyas időszakban, igazából anélkül, hogy bármit tettem volna nagyon érte. Viszont a maradék 15-18 kilóért azért eléggé megdolgoztam, és ez még egy folyamatban lévő munka, ugyanis még nem értem el a célomat, de gondoltam, addig is adok nektek egy-két tippet, meg elmondom, hogy én hogy csináltam. Diéta szempontból szerintem nagyon fontos, hogy összekombináljuk a mozgást és az étrendet. Luna közben a hátamon mászkál. És diéta szinten én a kalóriát is számolom valamennyire, de úgy csinálom, hogy százasával kerekítem. Egy ideig csináltam azt, hogy használtam egy applikációt, és akkor minden egyes kalóriát egyesével számolgattam, de nekem ez nagyon fárasztó, meg kimerítő volt, hogy tényleg minden egyes uborka szeletet, amit megettem, azt regisztráltam ebbe az applikációba, úgyhogy azt csinálom újabban, hogy olyan, tehát kimértem azokat a kajákat, meg megnéztem, amiből a leggyakrabban eszem, hogy tudjam, hogy milyen porció az, ami körülbelül 100, vagy 200, vagy 300 kalóriának megfelel, és így százasával, bele ne kapja szemembe cica, százasával kerekítve számolom, sőt igazából ez egy kvázi egy ilyen pontrendszer, napi 14 ponton van, az 1400 kalóriának felel meg, és akkor azt próbálom beosztani a nap alatt. De az étkezés mellett szerintem cicus nagyon védem a zememet, már egyszer belekapott a szemembe. De az étkezés mellett nagyon fontos a sport is, meg szerintem az is, hogy miket eszünk, mert meg lehet enni az 1400 kalóriát a pizzából is, meg lehet enni egészséges kajákból is, és mi itt az egészséges kajára tettük le a voksunkat Danival. Úgyhogy eleinte, amikor elkezdtem a diétát, akkor a keto diétát csináltam, ami egy magas zsír és protein tartalmú és nagyon alacsony szénhidrát tartalmú étrend, és egyébként nagyon-nagyon jól működött, azzal fogytam körülbelül hát 8 kilót, 10-et, valahogy így. De nem volt hosszú távon fenntartható nekem, mert abban olyan szinten alacsony a szénhidrát fogyasztás, hogy zöldséget meg gyümölcsöt sem lehet fogyasztani, tehát egy kicsit ilyen karnivorosz húsevő étrendnek felel, meg gyakorlatilag hússal lehet csak enni, és én inkább áttértem, vagy hát mind a ketten igazából Danival, áttértünk a paleóra. Én a hatalmas fanja vagyok a paleo étrendnek, már korábban is csináltam 2 évig, és mindenkinek ajánlom Szendi Gábor könyveit, illetve honlapját, mert szerintem nagyon, nagyon hasznos dolgokról beszél, nem csak paleolit étrend meg fogyókúra szempontból, hanem az egészségünk megőrzésének szempontjából is. Keressetek rá a Tények és tévhitek honlapra, ott nagyon sok információt fogtok találni, recepteket, meg mindent. Disclaimer, ez nem fizetett hirdetés, Szendi Gábor azt tudja, hogy én ki vagyok, szóval. De én nagyon szeretem a könyveit, meg a honlapját. A paleolit ételennek az a lényege, hogy úgy táplálkozunk, minél kevesebb feldolgozott ételt eszünk, és úgy táplálkozunk, ahogy az őseink 10-20 ezer évvel ezelőtt, tehát zöldség, gyümölcs, hús, hal, magvak,
Amit nem lehet enni, az a glutén. Számomra ez jelenti a legnagyobb különbséget. Szerintem nekem van egy kis rejtett gluténérzékenységem. Tehát sem kenyér, se tészta, se pizza, sem ilyesmi. Nem lehet enni lektincse, ami a hüvelyes zöldségekben van, tehát bab, borsó, kukorica, az sincs. És nem lehet enni laktóz sem, ami pedig a tejtermékekben van. Egyetlen kivétel, amit meg szoktunk engedni, parmezán sajtot szoktunk néha használni, de az csak ilyen fűszer gyanánt, mert abban olyan anyagok vannak a parmezán sajtban, ami ízfokozó anyag. Dani tudja, hogy pontosan mi ennek az anyagnak a neve, én sajnos azt most így hirtelen nem. De azt azért szoktunk néha használni így salátában, meg ilyesmi. És nagyon, nagyon finom kajákat eszünk, rengeteg brokkolit eszünk, rengeteg salátát eszünk, rengeteg halat eszünk, bolonyait szoktunk enni, ilyen bolonyai szósz szoktunk csinálni, és akkor ezt a lányok tudják enni tésztával, mi meg salátával szoktuk enni azt is, vagy múltkor cukkinibe töltöttük be, és akkor úgy megsütöttük sütőbe, úgyhogy nagyon, nagyon változatosan eszünk, illetve rengeteg gyümölcsöt is fogyasztunk. Most az elmúlt egy hétben én elkezdtem arra is odafigyelni, hogy egyfajta böjtöt is bevigyek az étkezésbe. Szigorúan odafigyelni, hogy meglegyen az 1400 kalóriám, vagy az 1500 kalóriám naponta, mert az alá nem tanácsos menni, mert akkor a szervezet bekapcsol egy ilyen energiatakarékos üzemmódba, amikor kevesebb kalóriát fog felhasználni is. Szóval a snackelgetéseket, a csipegetést hagytam el, mert én azért hajlamos voltam arra, hogy két étkezés között egy kis pisztáciát, egy darab eprát, egy smoothie-t. Ja igen, smoothie-kat nagyon sokat iszunk. Banánt azt naponta két csomaggal veszünk, egy csomagba 6 darab van, tehát naponta 12 banánt fogyaszt el a családunk, ez fejenként 3 banán, hogyha mind a 4-en megeszünk annyit, és megeszünk, úgyhogy a banán az nagy favorit. Smoothie-kat is szoktunk csinálni, banán, eper, én ilyen baby spenótot is szoktam belerakni, illetve a fűszerek, ami nagyon fontos, hát majdnem elfelejtettem. A fahéj és a... hogy hívják ez a sárga fűszer? Indiai. Nem curry, hanem a koriander. Nem koriander. Úristen, nem jut eszembe. Majd eszembe fog jutni, és akkor mondom. Ami nagyon fontos, ez a fahéj. Én ezt mindig rakok a kávémba, meg a smoothie-ba, körülbelül 1-2 kávéskanálnyit eszem meg naponta. Segít a vércukorszintet stabilizálni, és hogyha valakinek van egy enyhe inzulin rezisztenciája, akkor az nagyon jó tud lenni. A másik fűszer, amit meghasználok, azt arcpapolásnak is használom, az a kardamon? Ilyen sárga, atyaég, teljesen leblokkolt az agyam, ne haragudjatok. A kurkuma nem jutott eszembe, tümerik angolul, kurkuma az a fűszer, amiről beszéltem, nem a koriander. Azt teába szoktam rakni, meg arcpakolást is szoktam belőle csinálni, csak így olívaolajjal összekeverem, és akkor ilyen bőrradírnak nagyon-nagyon jó. Rengeteg C-vitamin van benne, teli van antioxidánsokkal, és az is segít a vércukorszintet stabilizálni, és a májat még elektenteni, ami nagyon fontos, mert a májnak nagyon fontos szerepe van a súlyvesztésben, hiszen ott bomlik le a zsír. Szóval a májatokat érdemes rendben tartani. Illetve amikor éppen böjtölök, tehát úgy szoktam csinálni, hogy ma még például nem ettem, olyan 11 óra körül van, megittem reggel a meleg kamillateámat, aztán ittem egy kávét, és majd olyan dél körül fogok enni egyszer, meg vacsorázni fogok olyan este 7 körül, és ha nagyon éhes vagyok, akkor még gyümölcsöt szoktam enni, hogyha Dani sokáig dolgozik, és fent vagyunk hajnal 1-2-ig, akkor nem szoktam kivírni, hogy este 7-kor legyek utoljára, úgyhogy olyankor még szoktam enni, tegnap például megettem egy tálca eprát, ami 600 g volt, úgyhogy megittem fél kiló eprát,
nagyon finom volt. És mert én sajnos olyan vagyok, én nem tudok éhesen aludni, és én ezzel nem is kínzom magam, hogy megpróbáljam. Tehát naponta két rendes étkezésem van, és egy gyümölcs étkezésem. Előző este ananászt tettem, és nagyon jól működik a dolog, mert az elmúlt héten is fogytam 2,5 kilót, szóval nekem nagyon bevált. Nyilván nem vagyok orvos, nem vagyok táplálkozási szakértő és dietetikus, mindenkinek azt javaslom, hogy beszéljen szakemberrel, pláne, hogyha egészségügyi probléma miatt kezd bele egy diétába, de ezek a dolgok azok, amik nekem működtek, és gondoltam, hogy megosztom veletek. Fontos még említést tennem a sportról. Vigyázz a cicára itt a nyakamba, jó, mana? Úgy, simogass szépen. A sport is nagyon fontos szerintem. Én ezt a heat interval tréninget nyomom, ami azt jelenti, hogy high intensity interval training. Tehát, jaj, ne vásd a cicád, mert meg fogod kalmoltatni mamát. Úgy, hagyd a cicád. Tehát különböző intenzitási szintekkel történik az edzés. Én ezt úgy szoktam csinálni, hogy 1 perc futás, 1 perc séta, 1 perc futás, 1 perc séta, futópadom. És erősítő gyakorlatokat is szoktam csinálni. Hetente 3-4-szer járok konditerembe, ma is megyek, tegnap is voltam, ott van Anna. Jaj, Mano. Viszont azt hiszem, ez a videó lassan a végéhez ért, mert itt a csajok közben megreggeliztek, és megtaláltak engem, elbújtam a hálószobába, Dani volt velük a nappaliba, mert lehetetlen mellettük tartalmat készíteni. Úgyhogy remélem, hogy találtatok hasznos információt ebben a videóban. A sportról majd legközelebb mesélek, az is legalább olyan fontos, mint a diéta, de elkezdeni szerintem a diétával kell, mert pláne, hogyha magas túlsúlyról indul az ember, én se tudtam futni, amíg 90 kiló voltam, meg 95 meg ilyenek, mert az ízületeinket nem éri meg tönkretenni. Arra nagyon figyeljetek, hogyha el is kezdtek sportolni, és nagy a túlsúlyotok, hogy olyan sportot választatok, ami az ízületeket nem terheli. Jó? Na, mindenki vigyázzon magára, és hamarosan találkozunk. Sziasztok!